Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma ismét egy sportlegendát látunk vendégül, mégpedig Artyom Vasyunin, vagy Vasyunin Artyom, ahogy jobban tetszik neked, szervusz. Jelenleg ugye a Volánó 21-es együttesének edzőjeként, de ennél sokkal, de sokkal fontosabb az a pályafutás, amit magadénak tudhatsz. Ehhez azonban egy kicsit meg kéne ismernünk a családodat, hiszen az indítatás nem lehet másként, hiszen édesapád, nagyon kevesen tudják, annak a legendás Jászberénynek volt a tagja, de a Szokol Kijevet is mondhatjuk, akik ugye 1990-ben Jászberényben a negyedik mérkőzésen, még talán a jégkoronga hókikedvelők tudják, hogy a Fradit legázolták 6-0-ra, ugye Mihonyik, Donyika, Vasyunin, Kulikov, Puskárjov és Vlaszov, és elmondtam már neked itt előtte, hogy mi elmentünk Jászberénybe látni, hiszen addig csak tévében nézhettük azt a fajta hokit, amit az akkori szovjet iskola képviselt. Hiszen az egy legenda volt mindenféle értelemben, tehát a Sadrin, Malcev, Jakusev, a Mihajlov, Petlov, Harlamov és a többiek, és egy kicsit visszaköszönt az a csoda. Most hát ennek tükrében nyilvánvaló, amikor a pályafutásodról, illetve a sportág választásodról kérdezlek, akkor igazából nem lehetett nehéz dolgod, ugye? Valóban nem volt nehéz, de hát nem is volt egyszerű annyira, mert azért az édesapám az egy elég híres jégkorongozó volt ott kint. Csak akkoriban kicsit más volt a rendszer, ott egy 25 éves játékos már öregnek számított. Akár a Harlamov esetében is egy jó, talán az egyik legjobb játékossal szépen lassan abba hagyatták a hokit igazából, mert már olyan korban volt. És óriási volt a merítési lehetőség. Így van. Ez azért hozzátesszük. Így van, tehát ez volt talán az egyik oka. Mármint az akkori Szovjetunióban, aztán később az utódállamokban, és hála Istennek ma is így van. Viszont te 10 esztendős volt, amikor elkezdted, és ugye te már itt születtél. Nem. Nem? 84-ben, vagy igen, születtem ugye Kijevben. Igen. Amikor a Szokol Kijevben még jégkorongozott az édesapám. Akkoriban az egy nagyon erős csapat volt, szovjet harmadik. Talán az ország, hát a Szovjetunió egyik legjobb jégkorong csapata volt. És hát ahogy akkoriban szokás volt, ugye nem tartottak igényt ugye több oroszra, vagy 25 fölötti játékosra, így került az apukám a jászberényi csapatba. És akkor én Jászberényben voltam először jégen, ugye 5-6 évesen, de akkor még szó se volt arról, hogy én jégkorongozok, mert én Kijevben laktam akkor is a nagynénimmel. Ja, úgy, amíg apám Jászberényben hokizott, én csak egy pár hetekre jöttem ide általában, és 94-ben valóban akkor, amikor Fejrvára került, akkor... Tehát akkor voltál 10 esztendős. Így van, akkor jöttem ide, előtte már egy évig már úgy jégkorongoztam. Hát jégkorongoztam ugye U8, vagy minek lehet nevezni, nagyon kezdő voltam. Egy meccset talán játszottam is nagy pályán, de hát az még nekem nagyon sok volt, egy idősebb korosztálya, és úgy kerültem ide. 10 évesen igazából még hokizni annyira nem tudtam. Gyorsan kiderült, hogy örökölted édesapád tehetségét? Igazából nem tudom. Szerintem, amíg ide nem jöttünk, nem lehetett tudni. És amikor ide kerültem, se volt benne biztos senki, mivel én orosz iskolába jártam Budapestre még 10 évesen 2 évig egyedül, ami azt jelentett, hogy ugye 6-15-ös busszal mentem föl Pestre, és általában ilyen 5 óra körül értem haza. Uh-huh. Ha korábban volt az edzés, akkor egyértelműen, hogy nem tudtam részt venni. Az esti edzések azért ott megviselt egy kicsit azért 2 év után, azért is vettek ki onnan, mert nem nagyon bírtam, hogy pihenő nélkül folyamatosan utazgassak, meg edzésre járjak. De megszeretted a jégkorongot, tehát más sportág nem is jöhetett szóba. Akkor már így megszerettem, igen, és akkor már egyértelmű volt, hogy jégkorongozni szeretem. És kik voltak a mestereid? Kik voltak azok, akik az alapfogásokra nyilván édesapádon túl megtanítottak? Hát Fejérváron azért volt ugye Kijevben is, akinek kezdtem, az egy elég jó edző, Ladigin. Őre emlékszem, még apám a jégkorongozott, de Fejérváron talán a Cikebá
Fekete Albert, az akkori kapus Fehérváron, ő nála kezdtem úgy komolyabban. Ő már serdülő, hogy kölyök ott a vitt minket egész ifig. Folyamatosan lépted meg azokat a lépcsőfokokat, ami egy ifjú tehetségre vár. Ugye ezt mondhatjuk, hiszen idejekorán szerepeltél, az első csapatba bekerültél, stb. Aztán a sorok is úgy alakultak. Ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy az az időszak, a C-csoportos világbajnokságok időszaka volt a magyar hoki életében, és nagyon nehezen tudtuk mi magunk is elképzelni, hogy egyszer majd jön B-csoport, aztán ráadásul a szapporói csoda, de ahhoz majd később. Mikor gondoltad úgy, hogy megértél arra, hogy a magyar válogatott szintét elérted? Hát nem mondanám annyira könnyűnek, mert vagy ahogy bekerültem a csapatba, ugye azt talán nem sokan emlékeznek, én első, ahogy felkerültem, felnőttel edzettem, de nem nagyon kaptam játék lehetőséget, csak egy-két meccsen. Ugye első meccsemet talán még 16-7 voltam valami ilyesmi, amikor a Szegeden játszottam, de elég lehetetlen volt bekerülni, mivel még ukrán útlevelem volt. Ugye én ezért csak egyszer voltam utánpótlás válogatott juniorba, U20-ba, egy VB-n voltam. És hát olyan jó légiósak voltak már akkoriban, hogy nehéz volt bárkit is kiszorítani, ugye volt a jó magyar válogatott játékosok, meg a légiós is, egy fiatal 17-18 évesnek elég nehéz volt bekerülni, úgyhogy én mentem akkor Ferencvárosba. Igen. Egy évre, ami így utólag nagyon jó döntésnek bizonyult, hiszen második soros játékosként végigjátszottam egy felnőtt bajnokságot, és utána Dunajvárosba. Igen. Hívtak, az is szintén jó döntés volt, Dusán Kapuszta volt az edző, és akkor játszottam első válogatott tornán, kaptam lehetőséget. Úgyhogy, de ott még azt mondom, még nem éreztem azt, hogy én készen állok. Ez még nagyon új volt, és kicsit sok talán. Ugye ez 2008, az még sokkal később az van később, nyilvánvaló. Az egy... Mikor gondoltad úgy, hogy megértél? Pet Cortinánál, amikor Újváros után Mocskai Gábor behívott, hogy mi lenne, ha visszatérnék, és akkor már Pet Cortina volt az edző. És ott nála azért sok mindent tanultam, ő nála formálottam igazából, ő nála vagy alatta lettem egy kész játékos talán. Ugye a válogatott pályafutás az nagyon fontos, viszont hogy találtál otthonra a Volánban ismételten? Hiszen akkor már a Volán folyamatosan erősödött, azt tudjuk. Azt nem mondom, hogy uralta a magyar mezőnyt, de tény, hogy folyamatosan a bajnoki elsőségért küzdött, ami néha összejött, máskor nem. Amikor visszatértem Fehérvárra, akkor még ugye ilyen negyedik, ötödik soros voltam, azért meg kellett harcolni a helyért a csapatba, úgyhogy az első szezon is nagyon nehéz volt. De szerintem ez segített hozzá, hogy jobb játékos legyek, mert folyamatosan harcolni kellett. A Pet Cortinánál nem volt nagyon bérett helyek, volt az első sor, ugye a Ocskai Palkovics, meg valaki, meg egy légiós sor, és azért a harmadik, negyedik sorban ott volt rotáció rendesen. Teljesítmény alapján lehetett bekerülni, illetve kikerülni. Így van, de te maradtál, tehát bizonyítottál folyamatosan. Mennyit kellett ehhez edzeni? Tehát hogy épült fel fiatalon, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy jószerivel egy igazi jégkorongozónak másból sem áll élete, mint fizikai edzésekből bizonyos értelemben és a jég. Melyik az az időszak, amikor erre fel lehet készülni, mármint hogy a folyamatos megmérettetésekre? Hát először is volt Fehérváron Ján Jáskó, az egy nagyon kemény edző volt, én fiatalom nála, vagy hozzá kerültem, talán először végig csináltam az alapozást, ami elég durva volt, és fiatalként többet kellett dolgozni, mint az idősebb játékosoknak, ő még abban a világból jött, hogy fiatalnak kétszer annyit kell mutatnia, teljesítenie, ha be akar kerülni. És igazából nagyon nehéz volt, de ott megértettem, hogy a munka az valóban szükséges. Sokkal többet kell dolgozni, mint a többiek.
Ebben mennyit segített az, hogy 2007-től, ugye, ha úgy tetszik, felkerültünk a hoki térképre, hiszen először indulhatott a Volán külföldi ligában. Ez mennyit segített ez a másfajta szint rajtatok, neked? Rengeteget. Hogy az osztrák ligában, nem tudom, hogy ki emlékszik, hogy hányadik meccsen nyertünk először. Nagyon sokára történt. 17. ha jól emlékszem, 16 vereség után azért nem volt egyszerű, és hát más volt a szint, a sebesség, az erő, kellett egy pár hónap, hogy felgyorsulja mindenki, de ez rengeteget segített. Ugyanakkor a válogatott szint az már kicsit magasabban volt. Nyilvánvaló, hogy az Ebelben, illetve az osztrák ligában ott már rengeteg légiós volt egyébként is, tehát ha ott is már voltak finnek, németek. Volt NHL-esek, igen. Azért. NHL-esek, csehek, szlovákok, tehát ugye közel volt, akik nem fértek oda már, mint tengeren túlra. Az sokat segített, hogy láttátok, hogy mit játszanak, hogyan játszanak az Ebelben? Rengeteget. Szerintem ahogy a Sapporo az pont oda vezethető vissza, hogy ha elindultunk egy osztrák ligába, a rengeteget fejlődött a csapat abban a szezonban. Az, hogy a végén felvettük a versenyt egy Salzburggal, vagy egy Innsbruckkal, akitől a szezon elején ilyen 7-8 gólokat kaptunk. Az pontosan mutatta, hogy az mennyit fejlődött a csapat és a válogatott is ugye ebből profitált szerintem. Igen, hát a válogatott mindenképpen, ha megnézzük, ugye Volán és Dunaújvárosi nevelés volt a zöm, ha úgy tetszik, és összesen négyen voltatok, akik, bár ha azt mondom, akkor nyilván te is magyar nevelés vagy, de az Enafatti, a Sille és a Holéci volt, akik máshonnét érkeztek, más kultúrközegből, ahogy tetszik, de egyébként meg mindenki itt nőtt fel, a szaporói keret. Azt hiszem, hogy az egy csoda volt. Beszéljünk Sapporóról. Amikor elutaztatok ezt, a világon senki nem gondolta volna, legfeljebb a legtitkosabb álmaiban. Aztán, hát ugye a Szuperlevi és a Hetényi is remekelt, a védelem az, a védőpárosok fantasztikusak voltak, ugye a Tokai, Horvát, Szélik, Sille, Svasznek, Kanyad, zseniális volt, és ti meg szintén, tehát a Csicsóék, a Palkovics Krisztián, te magad, a Vasmarci, Peterdi, Ladányi Balázs, Grőst, mindenki. Hogy éltétek meg ezt? Hiszen ez nekünk itthon meglepetés volt. Szerintem erre készültünk. Ugye a Pat Cortinának ez a profizmusa, hogy nyilván meccsről megyünk, de ne becsüld alá saját magad soha. Vagyis titkon szerintem mindenki meg akarta nyerni. Volt egy célunk. Csak nem mondtuk ki, mert ugye ez nem volt szokás Cortinánál. De már az első meccseken látszott, hogy annyira együtt volt a társaság, annyira mindenki tényleg a topon volt, azért azt ne felejtsük el, hogy talán a legrövidebb felkészülésünk volt a válogatott történetében, talán egy-másfél hetünk volt, és többen sérülése bajlottak, úgy mentünk ki, hogy alig volt felkészülés. De mivel pont két csapatról beszélünk, nagy részt Dunaújváros meg a Volán, mindenki ismerte a másikat, megszokott sorok voltak, és hát ez egyfajta magabiztosságot adott. Ez egy csoda volt. A megérkezés pillanataira emlékszem, hiszen azért ez nem voltam olyan nagyon régen, alig egy évtizede, ahogy tetszik. Hogy folytatott ezt követően a pályafutásod? Hát volt egy edzőváltás Fehérváron, és ott attól kezdve már hát igazából ugye az A csoport előtt beszélünk, ott még nem is emlékszem, mikor ment el a Pat Cortina. De talán nem sokan gondolták, hogy én be fogok kerülni, mert nem úgy sikerült a szezonom, nem úgy ment a hoki, és éreztem, ezért próbáltam ugye melóban megoldani. Többen is mondták, hogy biztos nem fog kikerülni. Igen, talán már nem a Pat Cortina volt az edzünk, hanem a Primo. Ő nála nem nagyon ment a játék. Viszont amikor tornán vettünk részt, ugye válogatott torna, akkor sikerült mindig olyan teljesítményt nyújtanom, hogy a Cortinánál nem volt kérdéses, hogy megyek-e vagy sem. Sőt, ami meglepő volt, hogy még volt a VB előtt egy edzőmeccsünk az oroszokkal, ahova engem centerként
rakott be, de akkor még nem gondoltam, hogy neki ez a terve van, mert ugye én szélső vagyok, és utána rájöttem, hogy a VB-re is ugye a harmadik sorba centerként játszottam, ami az egy kicsit más volt, amihez hozzá voltam szokva, mert ő úgy gondolta, hogy én elég jó védekezek, és ugye egy ilyen VB-n fontos a védekezés, inkább védekezni fogunk. Fejérvári edző meg pont azt mondta, hogy én nem tudok védekezni, és ezért kevesebb játék lehetőséget kaptam. Szóval volt egy ilyen kontraszt, elég nehéz szezon volt, de... De bizonyítottál, és bizonyítottatok. Mi fogadott benneteket itthon, én tudom, de egy játékos fejjel mit gondol? Én azt gondolom, hogy azóta se volt ilyen ünneplés. Volt egy-kettő, de az teljesen más volt, hiszen sporttörténelmet írtatok. A Sapporo után? Vagy igen, most a Sapporo. Igen, az igen. A baj, hogy nem tudom, milyen volt, csak a tévéből láttam, mert mi kimaradtunk egy páran két hétre. Úgyhogy igazából mondom a videókban, amit láttam, de hát az óriási volt. Ugye az óriási felelősség is. Tehát az azt követő szezonok hogy sikerültek ennek tükrében? Hiszen egy ország ünnepelt benneteket, mindenki felemelt az egekbe, és utána pedig bizonyítani kellett, hiszen hogy ha ez a szint megvan, akkor értelemszerűen már ezt várják mindig. Hát valóban nőtt a nyomás, ugye a szurkolók azok már egyre többet vártak el, de szerintem a csapat nem is játszott rosszul. Ugye az A-csoportos VB-n ott utána volt egy kis hiányérzetem, nem csak bennem, de hát ugye ott a Pert Cortina már értékelt azt az egész VB-t, úgyhogy arról nincs értelme beszélnünk, de addig ugyanúgy teljesített a csapat, ugye ugyanaz a válogatott volt szintén, akik minden meccsen végigharcolták. A látcsoportos egyébként akkor csak röviden, az nagy csalódás volt számotokra? Te hogy élted meg? Jobban is sikerülhetett volna, ugye reálisan nekünk egy meccset kellett volna megnyernünk, hogy bennmaradjunk a csoportba, erre volt lehetőség akár a szlovákok ellen első meccsen, ott a legvégén kaptunk egy gólt, ha hosszabbításig még azt a fél percet kibírtuk volna, akkor úgy gondolom, vagy hosszabbításba, vagy büntetőrövéssel voltak olyan játékosaink, mint Ladányi Balázs vagy Palkovics, akik mindig belőtték az ilyen fontos kielezett szituációkban a büntetőt akár, úgyhogy bármi lehetett volna. Jól is játszottunk, illetve a beloruszok ellen is nagyon jól játszott a csapat. Utána már nem tudtuk azt nyújtani talán, amire képesek lettünk volna. Talán ott éreztük, hogy ott elment a legnagyobb esélyünk. És hát jött egy Kanada. Német válogatott azért más szint. Nyilvánvaló. A pályafutásod egyik alapja nyilván ez volt. Ugyanakkor hosszú ideig még meg tudtad tartani ezt a szintet. Ehhez hozzájárult az is, hogy nyilván a rutin, a nemzetközi tapasztalat és így tovább. De ha így most összegzed a pályafutásodat, akkor kijött az, ami benned volt? Ha megnézzük. Ez egy nehéz kérdés. Tehát a bajnoki címek rendben van, tehát meg elértél mindent, amit magyar hokis a 21. században elérhet. Bajnokság, Ebelben jó szereplés, világbajnokság, A-csoportos VB, feljutás, kiesésed, a szurkolók szeretete, tehát ez így rendben van. De mit gondol egy játékos erről így utólag? Hát elsősorban talán ami így utólag azt mondom, hogy mindig a csapatért próbáltam játszani, és ott az egyéni érdekek sokszor háttérbe voltak szorulva. Vagyis lehet, hogy jobban tudtam volna érvényesülni sokszor, hogyha kicsit önzőbb vagyok, és többet magamra koncentrálok. Igazából voltak olyan edzők, akik ezt értékelték pont, és ott szárnyalni tudtam, bármit megtettem volna, ha érzem azt, hogy edző ennyire bízik bennem. De volt, hogy fordítva is, hogy mást vártak el tőlem, és talán nem a védekezésre kellett volna jobban koncentrálni, a támadásra, de nem, az nem én voltam. Nekem ugye a csapat volt az első, nekem mindig
Igen. A védekezés után lehetett gólt lőni, és ha ilyen 50-50 százalékos szituáció volt, én a biztos védekezést választottam. Talán így neveltek. Tehát így neveltek. No, de készültél a jövődre? Nem igazán, mert ugye, amikor elkerültem a Fradiba után a Debrecenbe, ugye a Debrecen az becsődött, de én még gondoltam, hogy hokizok még egy-két évet, erőt is éreztem magamba. Habár az a debreceni kirándulás az elég megterhelő volt, hiszen majdnem két évet két sorra játszottunk végig. Többet játszottam abban a két éve, mint talán az előző három szezonban vagy négy szezonban. Rengeteg jégidő, és hát jöttek a sérülések. És ráadásul nem akármilyen sérülések, egy nagyon komoly csuklóficam, megint egy ugye a derekammal, hátammal küzdködtem, de hát kiderült, hogy ugye sérvem van, ott is ki kellett hagyni, kidőltem egy hónapra, nem is ajánlottak, ott be is akartam fejezni azt a szezont, de annyira kevesen voltunk, hogy kért az edző, hogy folytassam, és akkor jött utolsó playoff meccsen egy térd porc szakadás, hogy a másikban is ugye ugyanez megtörtént, az is egy elég nehéz sztori. Tudtam, hogy nagyon nehéz visszajönni, hiszen amikor Újvárosban megsérültem, az egy nagyon durva év volt. Egy év kellett, hogy visszaépítsem magam. De akkor még készen álltam, mert tudtam, hogy jövőre, következő szezonra milyen tervek vannak, milyen csapatunk lett volna, és elkezdtem ugye brutál módon edzeni, amennyire csak tudtam, csak aztán jött a hír, hogy vége Debrecenbe. És ott valami megtört már. Nem éreztem azt, hogy azt a motivációt, hogy én ilyen sérülések után is, és ekkora fájdalom, mert az utolsó öt évet az meg komoly fájdalom mellett hokiztam, hogy azt nekem kell még. Úgyhogy már annyira egyre kevésbé hiányzott. Volt jövőképed? Hiszen azt tudjuk, hogy nem szerettél volna edző lenni. Azt hála Istennek az lettél. Ugye az édesapám mindig hívott a cégbe, hogy segítsek, mondta, hogy bármikor, azt úgy szívesebben is csináltam volna akkor, mint az edzősködés. És amikor befejeztem, akkor úgyis el is kezdtem besegíteni. Csak volt szabad idő, és úgy gondoltam, hogy talán a hokiba is jó lenne néha, úgy kicsiknél mondjuk, mert a fiam is akkor ugye óvodával kezdett el jégkorongozni, Igen, és pont kaptam ugye szerencsére az akadémiától lehetőséget, pont ugye tavaly augusztustól. Igen, tehát a kölyök A. Még nem, még az U8-nál voltam, a Csibi Józsi mellett kezdtem. Igen, így van, a legkisebbeknél volt, az egy érdekes volt, igen, az egy nagy élmény volt. Mosolyog a szemed. Igen, mert nagyon, ugye aki felnőtt hokiba van benne, igazából nem tudom, 2001 óta, 15-6-7 évig, és hirtelen bekerül a nagyon kicsik közé, azért ott teljesen más világ, másról szól, hogy ugye nincs taktika, nem lehet komolyan feladatokat csinálni, mennek össze-vissza. De ez egy nagyon, persze, ez egy nagyon élvezetes adás, hát olyan edzőt kaptam magam, mert ugye Csibi Józsi volt a főnököm, nagyon jó bánt a gyerekekkel. De ez felelősség is, ugye? Nyilvánvaló, persze. Hiszen meg kell tanítani őket egyrészt a sporták szeretetére, mert azért sok sikerélménye nincs, amikor még esik kell a töpörtyű a jégen. Hát vicces inkább, persze. Így van. És akkor a tiéd a feladat, hogy abból legyen majd aztán az, akit majd a későbbiekben láthatunk majd volán mezben. Igen, hát nekik ugye az alaptól el kell kezdeni mindent tanítani, de hát a legfontosabb, hogy szeressék. De aztán léptél, tehát az már szint, a kölyök áll például. És akkor decemberben, pont a karácsony előtt jött a telefonhívás, hogy 10-14-nek edzőre van szüksége, és akkor mit szólnék hozzá. Az viszont már egy komoly dolog, hiszen az már valóban előszobája az IFI-nek, bizonyos értelemben, mert azért a tehetségek azért felfelé áramoltatásánál nincs fontosabb. Mit az alap, amit meg kell tanítani egy, most nem a kölyöknek, mert az egyértelmű, hanem ezeknek a 11 néhány esztendős fiataloknak?
Hogy lehet észrevenni, hogy egyik oldalról kellően fegyelmezett, hogy megvan benne a szorgalom és a tehetség is, és az a győzni akarás, ami rátok mindig jellemző volt? Szerintem ez a legnehezebb most, és nem, ez egy jó kérdés, mert minden edző ezen gondolkodik, mert teljesen más világban élünk, mint anno. Teljesen mások a gyerekek, és ez a küzdeni akarás talán kihozni belőlük a legnehezebb most. Sokkal nehezebb, mint akkor, mert akkor nem volt semmink, mi azért hokiztunk, meg szeretük, ezt akartuk csinálni. És mostani generációnak ugye kis koruktól kezdve már egyre több szerelést kapnak ingyen, nem saját pénzből veszik, ugye úgy 14-től az akadémiába. Mindenük megvan igazából, és pont ezt talán hiányzik. Hogy lehet motiválni egy ilyen fiatalt? Tehát példaképnek ott vagytok ti, az addig rendben van. Mi motiválja őket? Mire kell hangsúlyt fektetni mindenképpen? Hát most próbáljuk ugye mi is a profizmus fele terelni, megmutatni, hogy is lehet, mi szükséges ahhoz, hogy valaki egy bizonyos szintre elérjen, odaérjen, és annyiszor beszélünk róla, amennyi csak lehet, hogy hát ha valaki talán megérti. Mert az idő megy, és ugye most nagy segítség van a Titán, az egy nagyon nagy segítség a fiatalok számára, ugye akkor régen nem volt Titán. Igen. Régen, aki nem került fel az első csapatba, az valószínűleg befejezte a jégkorongot, most azért van még egy-két évni plusz. Szigorú vagy megengedő? Attól függ. Attól függ, hogy mit kapok vissza. Tehát fontos a visszajelzés? Ha olyan a társaság, úgy dolgozik, akkor talán én is egy kicsit megengedőbb vagyok. Ha viszont edzéseket nem látom, egy-két edzés vagy a munkát, akkor viszont... Tehát kölyök után jött ez az újabb megmérettetés. Én azt hiszem, hogy ez aztán most már valódi, az igazi profi útra terelésnek az időszaka, hiszen az U21 az egy vízválasztó tényleg. Igaz, hogy most már van kismillió csapat, ahonnét azért egy volános U21-es el tud menni máshova is, tehát gyengébb csapatokba akár. Egyébként, de azért nagyon-nagyon fontos az eredmény egyik oldalról, a másik pedig a felfelé áramoltatás. Itt a műsor előtt játékosan Bauer Tibi kollégám mondta, hogy 7-1-re nyert a MOC ellen a csapat, tehát ez már eredmény. De az igazi eredmény az valóban az, hogy megállják a helyüket először a Titánoknál, az U21, ugye? És utána pedig az Ébel csapatban. Aztán jöhet a válogatott szint, és akár most már a légiós kor, hiszen nagyon sok magyar fiatal, a gallóék ugye megmérettetnek. No, tehát ez a sor. Igen. Ugye nagyon meglepett a Fekti István, ugye az a U14-es csapatnál is meglepődtem, hiszen ugye pár hónapot edzősködtem csak. Aztán ugye a szezon végén mondta, hogy a U20-ra, U21 van most idén, rám gondolt, mint vezetőedzőként. Meglepett, ugyanakkor testhez állom nekem ez, szóval úgy érzem, sokkal többet tudok átadni egy 18 évesnek, mint mondjuk egy 12 évesnek, akár itt a taktikáról, a technikai dolgokról, stb. És valóban ugye nekünk nyilván fontos az eredmény, de sokkal fontosabb hány játékost tudjuk felküldeni a Titánba, vagy az osztrák-magyar csapatba, és ez sokkal fontosabb annál, mint az eredmény, úgy gondolom. Szóval nem mindegy, hogy egy játékosra, vagy mondjuk jövőre fölmegy 7 játékos, azért az már eléggé nagy szó. Igen, nemrég 35 esztendős vagy mindösszesen. Tehát ezt most már olyan rutinos, öreg edző fejével mondtad el ezt a történetet. De ez így van rendjén. Én azt mondom, hogy minden lehetőséget ki kell használni. Hogyan készülsz egy edzésre? Hiszen azt hiszem, hogy ezzel megtaláltad a hivatásodat. Mondhatjuk ezt? Hát azt még nem tudom, azt majd szerintem kell hozzá pár év, hogy kiderüljön. Hát hogy készülök egy edzésre? A meccs függő, attól függ, hogy milyen időszakban vagyunk, hány meccsünk van, és akkor az úgy fel van építve, hogy általában a meccs utáni napon mit csinálunk, és a többi, mikor jön az erőnléti rész, mikor jön a taktikai rész, ugye meccsek előtt inkább a taktika, rövid gyakorlatok, gyorsaság, stb.
Ugyanakkor azért látni kell, hogy sajnos olyan a bajnokság vagy a lebonyolítás, hogy igazából most alapozhatunk mi már a playoffra másfél-két hónapot. Úgyhogy dolgozunk keményen, nagyon nem foglalkozunk, hogy ki az ellenfél, ki jön. Most a Macot megemlítetted. Igen, az egy nagyon jó meccs volt. 4 gyersztés játékos besegített tegnap nekünk, de a fiatalok, még ugye van nálam 18-ból is 4-5 srác, mindenki jól játszott. Úgyhogy nagyon jó társaság, csak még fel kell fogni mindenkinek, hogy mi az a következő lépcső. Tehát egy új generáció. Ugye arról beszéltünk, hogy játékosként említetted Jan Jaskót, de mindenek felett Pat Cortinát. A edzőként kire szeretnél hasonlítani? Azon felül, hogy megmaradsz önmagadnak nyilván. Hát, hogy hasonlítani nem is, de rengeteget tanultam tőlük. Ugye azért az egy tény, hogy Jaskót nem nagyon szerette talán senki. Akkor kedveltem meg, amikor ő elment. De talán annak a munkának, amit én vele kezdtem el, mint ugye fiatal játékos, köszönhetem meg egyáltalán, hogy én fölkerültem a felnőttbe. Rengeteget dolgoztam, és ha az nincs meg, lehet, hogy nem kerülök be. A Pat Cortina volt, aki ugye egy nagyon jobb tanár, pszichológus, ő mentálisan rengeteget hozzátett. A mentális részt azt ő rakta össze. De azért voltak még jó edzőim, a Stefan Lund a Dunajvárosban, egy svéd edzőlegenda, azzal a nyugodtsággal, azzal a higgadt gondolkodással, egyszerűen fantasztikus volt vele dolgozni 2 évet, az egy nagyon nagy élmény volt, de mondhatnám, a Debrecenben megtapasztaltam egy igazi orosz edző milyen, Muhin, ő KHL-ban is edző volt, másodedző. Hát az, amiről az adás elején beszélt, az a régi szovjet iskola. Ott, ha el van törve a kezed, akkor van másik, mennyi játszál, nem érdekel. Kb. Ilyen stílusban vezényelt az edzéseket, meg a meccseket, de hasznos volt. Tehát most akkor kerek a világ? Talán igen. Nos, hát én azt kívánom minden székesfehérvári és magyar jégkorong rajongó nevében, hogy az az ívelt pályafutás, ami a tiéd játékosként, az ugyanolyan legyen edzőként is, mert én azt hiszem, hogy a jégkorong, ahogy Székesfehérváron a kedvenc sportág mindenféle értelemben, és ezt nem csak a nézőszámra gondolok, hanem általában is, az maradjon így, mert ez ti hoztátok nekünk, és ezt ti tudjátok megteremteni a jövőben is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, Artyom Vasyunyin volt a vendégem a fehérvári beszélgetésben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.